Sziasztok, én Gocsi vagyok, ez pedig az Első Látásra című sorozatom következő része, amiben az Overload című játékot nézzük meg. Már régóta fájt a fogom erre a játékra, és egy kedves barátomnak köszönhetően hát ajándékba kaptam tőle, úgyhogy ezúton is köszönöm szépen, Oscar, a játékot. És hát miről is szól ez a játék? Aki találkozott még a 90-es években a Descent nevezetű játékkal, annak nagyon ismerős lesz ez, ugyanis mondhatni, hogy ennek a folytatása, természetesen semmi köze a konkrét sztorihoz, illetve elnevezésekhez, viszont maga a játék az egy az egyben a Descentre hajaz. Úgyhogy én nagyon szerettem alapvetően a Descent 1-2 című játékot anno, ugye nagyon egyedi érzést biztosított azzal, hogy bárhova, bárhogyan tudtunk menni. Hasonló volt egy szimulátorhoz, viszont mégis sokkal inkább ugye maga az egész játékmenet egy ilyen FPS-hez hasonlított. Úgyhogy egy ilyen nagyon érdekes egyveleg ugye az FPS és a szimulátor zsánerben. Úgyhogy na nézzük is, hogy akkor itt mik vannak. Hát options of course, itt be lehet állítani sok mindent. Nagyon gazdag egyébként itt a beállítási lehetőség. Ugye advanced optionsban így lehet nézegetni, van több oldal. Illetve hát a Windows Size is ugye felbontás is teljesen responszív, tehát bárhogy alakíthatjuk. Nagyon szépen igényesen meg lett csinálva az egész ilyen téren. Control, Sound Options, igen, hát itt van sok minden. Igen, itt a cockpit az ki van kapcsolva, de természetesen be is lehet kapcsolni, hogyha valakinek arra van szüksége. Van a játéknak a multiplayer funkciója is, ráadásul cross-platform, szóval abszolút minden igényt kielégítő. Van neki valami challenge módja is, ez nem tudom pontosan, hogy ez mit akar, de gondolom, hogy belemegyünk, akkor igen, itt be lehet állítani mindenféle érdekességet, paramétert, ami alapján lehet itt erősséget állítani meg. Aha. Egyéb dolgokat, ezt most nem nézzük meg, viszont megnézzük a Play Mission-t. Itt rögtön találkozunk egy Training Simulator opcióval, utána van ez a Cronus Frontier, illetve itt van még egy-két DLC is. Hát először menjünk a Training Simulatorra, hát nem is tudom, melyiket választom, valószínűleg a rookie-t fogom most választani, mert ténylegesen rookie vagyok. Nézzük, hogy mik vannak itt. Vehicle az a Kodachi, Gunship, Basic Training, rookie. Igen, egyszer ezt már végigvettem, amikor ezt megkaptam, ezt a játékot, de hogy ennél tovább nagyon nem jutottam, úgyhogy most megnézzük, hogy mit tartogat itt a dolog. Igen, tehát itt konkrétan ugye hát végignézzük azt, hogy hogyan kell irányítani, hogyan kell játszani a játékkal. Na, rögtön be teleportálunk ide, és azt mondja, hogy ha inverted kell nekem, akkor csak nyomjon meg nyugodtan a G-t, és akkor már is változik. Aha, igen, hát így azért jobb. Így azért jó így. Nagyon szép a játék egyébként, tényleg valami jól néz ki. Mai igényeknek abszolút megfelel szerintem. És akkor itt ezeket fölszedjük. Ups. Igyekszem. Ajjaj, itt van valami. Aha, ott már rögtön is jön felénk egy ellenfél. Igen, a egér bal gombjával lehet lövöldözni. Hoppá, most felszedtünk valami fegyvert. Aha, ez az alapfegyver, ez pedig Cyclone-t pedig felszedtük, azzal meg így lehet lőni. Szuper! Igen, ugye Mouse Button 1 az a secondary weapons, aha.
Igen, ezzel lehet rakétákat lőni. Hát egyébként tényleg abszolút az, mint ami a Descentben volt, és az egész irányítása is. Meg úgy egyébként tényleg minden nagyon, nagyon ezt adja. Hopp, aha, van nekünk egy ilyen flashlightunk is. Jaj, de még az ellenfelek is eléggé hasonlítanak. Szóval abszolút egy Descent mintájára van. Most azt mondta, hogy aha, az erre lehet így így begyorsítani, és így át lehet szelni ilyen hosszabb útvonalakat. Ott alul látjuk, hogy azért ez nem végtelen. Ez abszolút véges ez a dolog. Jó, akkor menjünk tovább. Ezeket felszedjük. Door locked. Aha, mit is kéne csinálni vele? Valamit kiért, csak nem figyeltem. Hogy mi a teendő? Igen. Aha. Most valamit, aha, itt valamit felrobbantottam, és most már szabaddá vált az út. Jaj, itt picit többen vagytok, mint kéne. Itt van valami másik. Úgy van. Jó. Na hát eddig szerintem rendben vagyunk. Erre menjünk tovább, azt mondja. Energy center, refill your energy up to sands as often as needed. Igen, hát ez energy-t ugye. Tehát azt tudni kell ugye, hogy az energiánk, hogy az ott 100-on van, és az más, mint ugye a pajzs. Tab, aha, itt megnézzük az automap-et, itt van a térképünk. Látom, hogy aha, egészen szépen lehet itt irányítani a dolgokat. Jó, hát ez rendben van, akkor megyünk tovább. Hoppá. Kilő és miért lő? A Z-vel lehet a hologuide-ot beizzítani, hát akkor izzítsuk. Aha. Igen, hát ez segít, egy kicsit segít ugye arra, hogy ne vesszünk el nagyon durván. Jaj. Egy rakétát. Ez nem sikerült, most sikerült. Fú, mennyi particle. Meg effekt. Ez lehet egyébként egy picit lejjebb lehet majd venni. Ó, megvan a kulcs. Remek. Itt már fel is tudjuk használni a kulcsot. És ennyi volt. El is menekültünk. Jó van. Mehetünk vissza a main menübe, és akkor nézzük meg a Kronos Frontier-t. Itt kettő van, ugye a Ymir's Outpost és a Trevor Outpost. És akkor nézzük a Rookie-t. 2118-at írunk. Hú, ezt most nem fogom lefordítani. gyorsan olvasgatom itten, hogy mi a helyzet, de hát valamilyen elég gyorsan is el is vitte, valamilyen sci-fi történetre kell itt gondolni. Igen, itt van egy automatikus beprogramozott ilyen kutató outpost. Aha, cryostasis revival status. Neurological damage detected. Aha, valami probléma történt a cryostasis-sel. Oh, hello. SV Iberia. A multi-purpose supply vessel registered to Kronos Frontier. Subsidiary of Juno Offworld Automation. My name is Mara. I am a synthetic intelligence construct. Do you remember your name? Memory loss is a symptom of cryostasis revival. The effects are temporary. We are now in orbit around the moon. Approximately 22 million kilometers from Saturn.
We received a distress signal from the mining facility here. Igen, valami bányász. This is Ymir, outpost, Forest Frontier. Autonomous operators are hostile. Repeat, auto ops are hostile. We have 4 dead, 5 wounded, 2 missing. Please assist. An autonomous operator is a worker robot. Their safety protocols should prevent them from causing harm. Something is wrong. In accordance with the Olympus Mons Convention. Igen, tehát, hogy a bányász bányában ott történt valami probléma, és a robotok, ugye bányáztak, az emberek ellen fordultak. Igen, az összes robotot ki kéne írtani, és mindenféle túlélőt megtalálni. Igen, itt pedig mondja, hogy egyébként ugye ezzel a gunship-el, ami van nekünk, ezzel, aha, itt is van, Kodachi Light Gunship MK2, ezzel a kis űrhajóval vagyunk mi, és ezzel lehet szépen írtani az ellent. Tehát itt leírja szépen, hogy mikkel rendelkezik, milyen fegyvereink vannak, secondary, másodlagos fegyverek, rakéta, aha, és akkor itt vannak a autonomous operátorok, ugye az ellenfeleink, abszolút a Descentben, és pontosan ugyanígy így vezeti fel a missionöket egyébként, úgyhogy még ebben is arra hajaz, látom, nagyon hülyen szerették volna követni a Descent stílusát. Na nézzük! Feszhető information, igen, Ymir outpost. Outpost. Jó, hát menjem. I am now receiving transmissions from the moons of Tarvos and Skull. This is Tarvos. Our operators are malfunctioning. Two people are dead, several injured, 3 missing. Skull here. Auto-op malfunction is confirmed. We've lost 5. 3 missing. We're barricaded in the surveyor station. Surveyor station. To contact the other Kronos Frontier facilities. Jó, tehát, hogy baj van, az a lényeg. És páran meghaltak, vannak, akik hiányoznak, vagy nincsenek meg. Hopp, itt most mi történt valami? Ja, feltöltődött valami. Jó, ezeket felszedjük. És akkor megyünk, azt hiszem, erre. Hoppá! Hoppá, most látom, hogy fordítva vagyok. Jajajajajajajaj. Na gyertek! Úgyni. Nem tudom, miért kell arcokat rakni ezekre a bányászrobotokra. De hát ugye ez volt a sima Descentben is. Igen, itt a... Hopp, jajajajaj. A lehet egyébként a... Hát eléggé érdekes az irányítás. Mindenképpen meg kell szokni. De egyáltalán nem rossz. Viszonylag hamar meg lehet szokni. Ugye amellett, hogy itt lehet... Na, meghalt, jó van. Amellett ugye itt lehet is strafe-elni, meg előre-hátra mozogni. Ugye a VASD-vel. Space-el lehet följebb menni, illetve a shift-el pedig lefele. Ezek is egyébként egészen jó kézre állnak. Oké, okay, door opened, azt kilőttük. Na de melyik door? És hát természetesen ugye egérrel irányítjuk a történetet. Vagy egérrel nézelődünk, ha gondolom ez nyílt ki, vagy nem. Nem biztos. Nem, innen jöttünk. Igen, innen jöttünk, akkor viszont megyünk tovább. Merre lehet tovább menni, vissza? Visszamenjünk. És az egyik legnehezebb egyébként, vagy nehézkes része ugye a játéknak, ennek is, meg a Descentnek is talán az, hogy nagyon könnyen el lehet tévedni. Nyilván a térkép azért az segít. De na, tehát azért el lehet tévedni.
Hopp, itt volt, volt valami. Access denied, aha, itt egy piros kulcs kéne. Akkor keressünk meg a piros kulcsot. Aha, itt vannak ellenfelek, biztos jó fele. Jó fele jövünk. Ouch! Ez kicsit fájt, pont belementem, úgy látom. Itt van egy kapu, ami kicsit más itt ez a terület. De mi van itt? Cantor wants every base fortified against a possible attack. We're making the modifications now. Jó, hát modifikáljátok, nekem aztán édes mindegy. Azt akarom megtudni, hogy hol van a piros kulcs. Itt van még egy szinten lejjebb vagyunk. Ezek csak így vártak, vártak engem, gondolom. Level 1 security access granted. Na, akkor megvan az egyik kulcs. Ezt nem tudom, hogy ez most ez mire van, hogy ez van arra, vagy amire szeretném, vagy sem. Aha. Igen, igen, erre kell jönni. A message from CEO Gabriel Cantor. It was sent 22 days ago. De vajon az a piros kulcs? Kérdezem, hogy a sztori. Hogy engem az a piros ajtó érdekel, mert azt viszont nem találtuk még meg. Nézzük csak meg a térképet. Hogy vagyunk. Locked security door. Az piros jelzi, standard door, az pedig úgy. Uh-huh. Igen, ott van egy ilyen lejárat. Most meg ott vagyunk fönt. Itt meg mi volt? Itt nem volt itt semmi. Na mindegy, menjünk. Menjünk, amerre látunk. Én azt mondom. Igen, itt volt ez a rész, ami végül egyébként itt semmi nincsen, de dizájnos. Na mindegy, akkor menjünk innen vissza. Keressük meg a járatot. Itt azt azért főszerjük. Azért felszedjük. Sütj! Nem, itt semmi nincsen. Akkor menjünk másik irányba. Erre. Aha, ott. Na, itt vagyunk a barlangban. Nyom. És annyi rakétám van, lehet, hogy el kéne használni. Kettőt. Hopp, ez micsoda. Hoppá. Bele lehet egyébként szétülni a játékba. Aha, itt van a restricted area. Ez a kettes szintű. Hoppá, szavasz. Szavasz. Kettes szintű kulcs. Security level. Úgyhogy ezt is meg kell találni. Na gyere, itt egy rakéta neked. Nem sikerült. Ezt én is jól bekaptam. De legalább a shieldünk az maximum van. És akkor itt visszatértünk ide. Jó, akkor most merre lehet még menni? Na merre akkor, hogyha... Boing. Na, látványos a játék egyébként. Meg lehet szokni ezt a particle tömeget is. 1000 részecske. De javaslok, egy picit talán olvasható vagy átláthatóbb, hogyha nincs ennyi zavaró. Jajajajajajaj. Részecske. Misszét. Ugyan. Itt van-e valaki? We brought over some Gorgons from Phoebe. Sandal says valamilyen... they're overkill, but if Cantor tells you to do something, you do it. Transmission.
The team is eager to finish up and get back. Szépen adagolja nekünk a sztorit, de egész jó, mert hogy itt, itt nem csak zúzás van, hanem ténylegesen megy a narratíva. Ki szereti az ilyet, az örülhet. Jó, ezt is beszerezzük, és úgy láttam, hogy arra kell menni tovább, úgyhogy akkor menjünk arra. Aha, szevasztok. Szétrakétázom itten őket. Még 14 operátoron, úgy látom. Akkor... És már csak 13. Jó van. Hopp. Cool. Ha mennyi rakéta van, akkor hagyjunk neki. Na, úgy van. Alert, survivors requesting pickup. Aha, cryo shelter. És dying. Hol vannak a survivor-ök olyan? Azt mondja, hogy föl kéne őket szerintük, hol vannak? Itt van minden esetre egy Energy Center, az nagyon jól jön. Ennél tovább azt hiszem is töltődünk. Akkor mehetünk tovább. Gyújj! Boing. Emergency. Aha, itt van. Itt kell, hogy legyen, közben ezek még lövöldöz ránk ezerre. Hogy... Vagytok még? Aha, hogy ne lennétek. Na itt is, itt is. Topzódnak. És ez még nincsen meg, ez a... Security level, na! Nem fogytok el? Még kettő van. Azt mondja, ez a kettő. És szavasz. Király. Na, megtisztítottuk itt a történetet. Reactor interference is affecting the teleporter. Cannot safely extract you. Reactor, aha, return to the surface. Uh-huh. Jó, hát akkor vissza kéne menni a surface-re. Hologuide, az pedig segít nekünk. Az emergency exit, ez pedig ezek szerint nem jó semmire. Aha, locked security door. És ott pedig mi van? Jó, ott volt a izé. Az energy. Unlocked security door. Uh-huh. És akkor oda ide föl kéne menni? Na, nem ez a surface, aha. Volt ott még valami? Itt volt még valami. Piros. Vagy ez volt az a piros? Hát, a francia tudja. Na mindegy, én azt mondom, hogy akkor menjünk. Nézzük meg. Itt menjünk ki. És remélem elszédültetek már, én már abszolút oda fölfele, nem? We're experiencing a malfunction of our autonomous operators. They attacked Halloran. We're sealing off the control room. Na, hova kell fölmenni? Aha, oda gondolom. I have locked onto your position. Stand by for teleportation. Fatty. Na, el is tűntünk a francba. Na, ez volt az első. Első mission, Ymir Outpost, secure. Király. Na, menjünk a következőre. Azt is nézzük még meg.
Star Wars. Kronos Frontier, igen. Megyünk a következő bányász állomásra. Nem is gondolom én. We are in position above the moon of Tarvos. 18 million kilometers from Saturn. I have received a transmission from Juno Offworld Automation Headquarters in the asteroid belt. Na, kaptunk valami transmission. This is Agnes Mori, Chief Operations Officer, Juno Offworld. Be advised, on 8:27, we received the following message from Cronus Frontier. Cantor here. Listen carefully. I have uploaded a virus to the Juno Offworld network. The virus will remain dormant only if the following condition is met. Juno is to have no further contact with Cronus Frontier. No comms, no ships, nothing. Not from Juno, not from anyone. Your meddling in my work ends here. This is your final warning. We have completed a thorough analysis of the Juno Offworld network and isolated all potential threats. In response to Cantor's message and the massacre at Ymir, the board of directors has terminated the Cronus Frontier project. Your orders are to overload the main reactors of all facilities in the colony. We should also rescue any survivors in emergency cryotubes. We can use the Iberia's teleporter to extract them. The teleporter has limited range and accuracy. To ensure a safe extraction, you must confirm the precise location of each survivor. When a reactor overloads, it generates a powerful and unstable EM field. For this reason, I cannot extract you with the teleporter. You must locate the emergency bulkhead and exit the facility before it self-destructs. The extraction port should be far enough from the reactor to ensure a safe escape. Good luck. Jó, na, tehát a lényeg az, hogy van itt volt ez a Cantor gyerek, nem tudom már mi volt a neve, de hogy itt fenyeget minket, hogy ne avatkozunk bele az ő kis dolgába, mert így feltöltött valami vírust, és akkor az úgy nem lesz jó senkinek sem. Minden esetre mi azért megyünk, mert hogy vannak túszok is, meg hát az egészet itten ki kéne csinálni, hogy ne legyen nagyobb gond, szóval annyira nem érdekel minket ez a srácnak a fenyegetése. Viszont itt már lesznek elvileg túlélők, akiket ki kell menteni, illetve hogy a reaktor túl kell hevíteni. Viszont ugye a reaktor túlhevítése az ugye egy hatalmas robbanásra jár. Ezért nem tud minket kiteleportálni ugye az AI, úgyhogy akkor nekünk kell elmenekülni. Hát izgalmas, na nézzük. Mi van itt? Aha, upgrade, 5 upgrade ponton van. Upgrade impulse, secondary. Aha, hoppá, lehet itt upgrade-elni dolgokat. Upgrade impulse, várjunk vissza, secondary-t is lehet. Ship. Maximum ammo, smash damage, boost damage, accessory. Aha. Hát, upgrade-eljük. Jó van. De lehet auto-upgrade-et is nyomni, hogyha nem akar valaki ezzel hülyeskedni. Na menjünk, nyomassuk! Overload the reactor. Na. We are no longer receiving live communications from the outer moons. All bases are now transmitting automated distress signals. Megszűnt a... Attention. Communication. Háromszor is attention. This is an automated emergency broadcast from Skull Outpost, Cronus Frontier. Persons at this facility are in need of assistance. Please notify the nearest Juno Offworld Automation facility or vessel. Igen, sejtettem, hogy itt megbújnak. The master of any spacefaring vessel, insofar as he or she can do so, without endangering the crew or passengers, is required to proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress if informed of their need of assistance. This message will repeat in 60 seconds. Remélem azért.
percenként nem fogja nekünk ezt itt közölni. Hoppá! Na itt van egy másik secondary-m. Jajjajjajjaj! Ez épp lehet írtani. Rendesen. Csak... Jajjajjajjajjajjaj! Ugye el tudom képzelni egyébként, hogy ezt így az a játék ilyen hard... Max Volkov, mining hardcore fokozaton mit tartogat az embernek. De inkább nem. Nem próbálkozom vele. Ott egy emergency exit, akkor esélyes, hogy ide kell majd jönni. Jó. Akkor nézzük meg, hogy... azt mondja, hogy arra, de ne jöttünk, nem? A front se tudja, menjünk akkor. Nem innen jöttünk, tele vagynak. Ellenfelekkel, hoppá! Jöttünk tovább. Vele szaladtam. Úgyni. Hopp. Itt van az a kulcsocska, az nekünk kell. Auto-ops are in good working order. Exploration has located minerals Geistler needs for her work at Titan Collider. We brought in scorpions to reinforce the goblins and ogres here. They're ideally suited for density and composition of this moon. Igen, ez azt jelenti, hogy még több fajta ellenfelel találkozhatunk, ez remek. Emergency. Na meg, ajjajjajjajjaj. Szemét rám ijesztettél. A zenéről még nem beszéltem. Kellemes, mármint, hogy nem olyan értelme kellemes, hogy de jó. Ezt fogom hallgatni lefekvéskor, hanem hogy így illik a játékhoz, és így egyáltalán nem kizökkentő, hanem így szépen bele olvad ugye a játékba, hangulatba. Kicsit ez az industriális stílus, ami abszolút jó. Nincsen fint semmi. Ott van ez a kántor gyerek. Nézzük meg, hogy hol vagyunk egyáltalán, és hogy hova kéne menni. Unmapped area, aha, akkor azt ott elég nem fedeztük még föl. Akkor menjünk. And yet, we will do whatever it takes to protect this colony and everything we've built here together. Not all of you are with us. Some of you have chosen to side with our enemies. Driven by greed, ambition, fear. I know who you are, and I know what you've done. Na jó, menjünk. Don't think for a moment you'll get out of this alive. The message ends here. Helyes. This is not reassuring. Itt sincs semmi. Nézzük meg még egyszer. Aha, de oda... De nem tudok innen lemenni. Vagy igen? Nem. De! Hoppá, figyeld már! Itt van a titkos. Jó, ide jön! Rám ugrott az a mocsok. Szóval vannak ilyen kis titkosok is, ahogy látom. Fix Cantor's out to get him for that report he sent back to Juno off. If you want to be a team player, you got to keep your mouth shut. Tán semmi nincs. Ez itt ez ennyi volt. Aha, jó, akkor menjünk fölfele.
ha itten már nincsen semmi, akkor húzzunk innen a rákba. És hova menjünk? Lecsikét, ez itt a kérdés. Standard door. Aha, ott... na. Ott van még része, amit nem derítettem föl. Abszolút. És az pedig, hogy érem el? Aha, innen. Először előre, aztán a balra. Jó. Oh, hello. Boing, boing. Vagytok még? Itt ez volt az emergency rész. Igen, itt is ez az alert. Ide olyan, hogy tudok bejutni? Hoppá. Na nézd, ma megtaláltuk a... Itt vannak a fejlesztők. Gondolom én. Én nem tudom, hogy ezeket honnan szedték. Nagyon ismerős ez a csajnak a arca. Biztos valamilyen stock. Vagy fejlesztő, vagy valami stock képeket találtak. De minden esetre megvannak a... Ah, itt is van, itt volt az, amit előbb láttam. Megvannak a túszok. Illetve hát a... Igen. Emberkék, akit meg kell menteni. Hogy akkor mehetünk vissza. Vajon merre van a reaktor? Az érdekelne engem. Mi volt a Z? Aha, nézzük meg azt, hogy merre menjünk. Nem szégyen. Dolog. Aha, ott a Security 1. Ujjj! Takarodj! Jó, jövök. Valam. Boing. Yes. Hát ne így. Jó, az oda lement. Itt azért körbenézek még. Húha, aha, itt van Operation Malfunction, jó. Ott is van valami, akkor, na, akkor menjünk le. Jaj, már majdnem. Hoppá, itt van egy restricted area. Jaj, nagyon, nagyon jönnek. Nagyon-nagyon jönnek. Door locked. Na megvan a level kerülj! Valahogy mindig sikerül. Sikerül ezt eljátszaniuk. Na most már bemehetünk. Ouch. Igen, ez így neki megy az embernek. Közben itt mögöttem is jönnek ezerrel. Igen, az jó, hogy többfajta ellenfél van, tehát nem csak ez a lőnek rád, aztán hello, hanem valami így konkrétan neked jön. Abszolút segít. Jaj, itt még itt megbújtak. Dír. Oké. Upgrade pontot szedtünk. Úgy van. Jó, egyébként nyilván rookie-n játszom, tehát hogy azért ez így olyan nagy akadályt nem jelent, tehát hogy most itt el vagyunk látva rendesen élettel, meg amóval. Nyilván ugye, hogy ez egyre nehezebb, annál kevesebb ilyesmit lehet találni pályán. És gondolom az ellenfelek is egyre erősebbek.
Hopp, itt azért bemegyünk, de hát igazából full maxon vagyunk, úgyhogy hagyjuk. Júj! Itt ez micsoda? Ouch! Ebből ezeket a kicsiket csináljuk ki. Oké. Ott még élsz. Aha, értem. Tehát, hogy igazából ez generálja ide a dolgokat. Oké. Na, most már akkor eljutott a kis agyamig, hogy akkor mi történik. Azért nem fogytak el, mert ez a lilás, lila cucc, ez itt generálja, teleportálja ide a szörnyikéket. Itt nincsen semmi, úgyhogy, de hát ezt kicsinálva innentől kezdve megszűnt ugye az ellátás. Jaj. Kicsit elszédültem, itt még egyszer, szóval mehetünk innen vissza. Nézzük, hogy nem hagytam-e valamit itt. Itt nem hagytam semmit, jó, akkor menjünk. Itt az ellenfelet hagytam itt életben. Ebből 7 van még ebből a Hunterből. Jó, itt nincsen semmi, akkor menjünk le a bányába. Már hallom, hogy jön. Wow. Jó. Ezek jól jönnek itten. A kórus is nagyon belelovarta magát már a háttérzenével. El tudnék képzelni egyébként egy olyan upgrade-et, hogy így búsztal így konkrétan így neki rontunk, és azzal ökleljük fel. Itt az abszolút király lenne. Lehet, hogy van ilyen. Huha! Rosszat sejtek. Destroy the reactor. Igen, megvan a reactor. Reaktor. Még mielőtt elpusztítanám, én azért megnézném, hogy... Ouch. Azért ez így eléggé, eléggé király. Doink. Szóval, hogy itt a reaktor. Aha, hellóka. Ez nem lő minket? Még. Picked up all drive. Aha, és akkor ezzel kéne kilőni. Mielőtt kilövöm, hadd nézem már meg, hogy hova kéne menni vissza. Ott van egy security door fönt. De szerintem nem ott. Vagy itt kéne fölmenni. Aha, valószínűleg akkor itt kéne majd kimenni, de ha nem, akkor hol? Ott volt fönt. Úristen, hát odáig nem tudunk eljutni. Mert nyilván el tudunk jutni, csak... Mehetünk itt föl-vissza. Tehát az egészen... Vissza a tetejére. Komolyan? Szép lesz. Na, meglátjuk. És akkor most overdrive.
Aha, itt az exit, akkor nem. Na ez az a rész, ami gyerekként annyira megfogott a diszemben, hogy egyszerűen imádtam. Ez az action menekülés, a robbanás erről ki egy szűk folyosón. Jaj, ez nagyon jó. És abszolút visszahozza. Visszahozza a játék. Na, mentsünk itt egyet, és nem folytatjuk, ugyanis ennyi lett volna ez a rész. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem meghoztam a kedveteteket, tehát a kedvetek valamennyire ez a játékhoz. Nekem nagyon tetszik, szerintem állati jó. Jó az irányítás, nagyon jó a grafika. Egyszerűen tényleg hozza az ugyanazt a, nem is pontosan ugyanaz, de azért nagyon-nagyon-nagyon hasonló játékélményt, mint amit még anno a Dissonben megszokhattunk. Úgyhogy aki meg egyszerűen nem ismeri ezt a típusú játékot, vagy nem próbálta még, annak ez alapján azt már le tudja esetleg vonni a következtetést. Nekem eléggé bejön, úgyhogy én is csak így ajánlani tudom. Úgyhogy ennyi, nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet, aztán legközelebb kipróbálunk valami mást. Addig is legyetek jók, sziasztok!